Az itt élő afrikai diaszporát képviseljük, illetve Afrikával kapcsolatos programokat, ismeretterjesztő, felvilágosító eseményeket, kampányokat is szervezünk. És hát ugye az emberi jogi része pedig annyiban, hogy ugye itt egy elég komoly problémát feszeget, illetve több komoly problémát is feszeget a film, de ugye a legfontosabb üzenete talán ugye az, hogy az albino emberek a mai napig milyen nehézségekkel és veszélyekkel élik a mindennapjaikat Afrika bizonyos részein. A szuahéli nyelvterületről beszélhetünk, például Tanzánia, ahol a film is játszódik. A falusi, vagy hát így az ősi hiedelem világnak része az, hogy sokan még ma is azt gondolják, nyilván ugye az iskolázatlanabb vagy tudatlanabb emberek, hogy albinóknak, különösen albinó gyerekeknek testrészei, keze, lába, szíve az szerencsét hoz, vagy hozzá tudja őket segíteni a meggazdagodáshoz, vagy a sikerhez. Konkrétan Magyarországnak is megvan ez az integrációs rendszer, amivel próbálja ezeket az embereket segíteni. De most egy kicsit kapcsolódik a filmhez, hogy ugye itt albinókról van szó, akiket Tanzániában majd a filmből kiderül, hogy üldöznek, és hogy hogyan tudunk mi olyan Magyarország olyan speciális segítséget nyújtani, amivel egy albinó itt mondjuk elboldogulhat az életben. Hát elvileg erre megvan egy kidolgozott rendszer, hogyan tudunk segíteni nekik esetleg abban, hogy az életük valamilyen biztos kerékvágásba kerüljön.